ebben az országban. Tehát azzal, hogy ideálltok és skandáljátok, hogy nem jó az internetadó, meg a Viktor takarodjon, azzal nem fog változni el semmi. Viszont hogyha felállnátok egységesen, és az alkotmányos rendet akarnátok helyreállítani, aminek a végén az alaptörvény, ami érvénytelen, mert nem volt joguk megalkotni, eltörlésre kerülne, az érvénytelen Magyarország nevű nem jogállamukkal egyetembe, az összes olyan rendelkezést is el lehetne törölni, ami mindenki sújtott ebben az országban. A devizahiteleseket, a rokkantakat, azokat, akik interneteznek, meg azokat, akik a 27%-os áfát fizetik, mindenkinek jogorvoslatot tudnánk kilátásba helyezni, hogyha visszaütenánk ebben az országban az alkotmányos rendet. Amíg itt mindenki kimegy, és leereszti a gőzt, és mindenkit elküld a akárhová, meg azt skandálja, hogy demokráciát, jogállamot, attól nem lesz demokrácia, meg jogállam. Ismerned kell a jogaidat pontosan, és ki kell értük állnod, úgy, hogy el is tud mondani, hogy miért álltál ki. Ebben az országban 2,5 éve alkotmány ellenes puccsot hajtottak végre. Létrehoztak egy fantomállamot, ami semmiféle joggal nem levezethető a magyar köztársaság jogrendszeréből. Képviselő nem hozhat létre új államot, képviselő nem alkotmányozhat. Képviselőnek csak alkotmánymódosító hatalma van. Kétharmaddal módosíthatja az alkotmányt, azt nem változtathatja meg, nem csinálhat újat. Csak a néppel együtt, ez benne van az alkotmányban. Így hangzik, a magyar köztársaságban minden hatalom a népé, tehát az alkotmányozó hatalom is a népé, mely a népszuverenitás választott képviselői útján valamit közvetlenül gyakorolja. Hol van itt a közvetlen hatalomgyakorlás, emberek? Hol? Abban, hogy elmehetünk szavazni, és 4 évente egymás ellen mehetünk. Az MSZP és a Fideszes ellen, a Jobbikos az LMP-s ellen. Erre vágytunk. Komolyan 25 éve ezt csináljuk. Nem tűnt még fel, hogy mindig ezt csinálják, hogy egymás ellen ugrasztják az embereket. Egyik párt sem akar itt jelentős változást, olyat, hogy a népnek jó legyen. Hol lettek elszámoltatva az úgynevezett kommunista bűnöknek az elkövetői? Hol? Erről is csak beszélve volt. Senki nincs soha semmiért elszámoltatva. A devizahiteleseknek az élete ugyanúgy egy rohadt hajszálon függ most is, pedig a kormány, vagy akik kormányon vannak, egyszerű jogalkotással meg tudnák változtatni a jelenlegi hatályos törvényeket, amik lehetővé teszik a bankoknak a kifosztást. Nem a bankok a hibások, a devizahiteleseknek a rendszer ellen kéne menni, azok ellen, akik megváltoztatták az alkotmányos rendet. És ez most már jelenleg nem csak a Fidesz meg a Jobbik, hanem az összes képviselő, az összes parlamenti párt elárulta a hazáját, az összes parlamenti párt megszegte az esküjét, amit a népre, a magyar köztársaságra és annak az alkotmánya megtartására tett. Ki emlékszik arra, hogy ebben az új államban, Magyarországon választások lettek volna 2012-ben? Akkor hogy ülnek bent a parlamentben? Azóta is! Az, hogy márciusban vagy áprilisban megvezetve a népet, az emberek elmentek szavazni, az semmi másról nem szólt, mint hogy elfogadták és legitimálták a diktatúrát. De egyet ne felejtsünk el, a legitimitás az nem ugyanaz, mint a legálisság. Nem lesz ettől valami jogszerű, hogy sokan elfogadják meg, becsapva és megvezetve. 2,5 éve megváltoztatták az alkotmányos rendet az országban. Szigorúan törvény tiltja az ilyen cselekményt és a kizárólagos hatalomra való törekvést. Ez is megvalósult. A magyar népet kizárták mindenféle döntésből. Elvették a magyar nép önrendelkezési jogát, elvették a nyugdíjhoz való alapjogunkat, elvették a mindenkire kiterjedő szociális ellátást megillető jogainkat. Ezeket már nem garantálja többet az alaptörvény. Ezt hogy tehették meg azok, akik nem a hatalomnak a tulajdonosai, csak a hatalomnak az ideiglenes birtokosai?
jogosai. A képviselők ilyet nem tehetnek meg. Lényeges pontot alkotmányban semmiféle felhatalmazással nem csorbíthatnak. Emberi jogokról van szó. Hogyha kiálltok azért, hogy egy alkotmányos ellenállás keretén belül az alkotmányos rend helyreállításáért menjünk utcára, akkor egy héten belül az egész rendszert be lehet dönteni, ezt garantálom. Azért, mert nem tudják megvédeni magukat, mert az a jog, amire építették az egész rendszerüket, az egy érvénytelen, önmaguknak adott jog. Jogtalanság pedig jogot nem alapít. Ami történt, egy mondat be tudom mondani a tulajdonostól, a birtokosok elvették a tulajdonát. Ez olyan, mint hogyha én kiadnám a lakásomat, és akkor, amikor mennék beszedni a bérleti díjat, azt mondaná nekem az ember, hogy mi van, ki vagy te, ez az én lakásom. Ez történt a Fidesz alkotmányozásával. A magyar népet kizárták a hatalomból. Hozzáteszem, 1848-ban vívtuk ki azt a jogot magunknak, amikor a nemesek lemondtak a szuverenitásukról, és kiterjesztették azt a teljes népre. Kossuth is arról beszélt, hogy az alkotmányozó hatalmat kell a népre kiterjeszteni. Nem az, hogy szavazhatunk ilyen bálfigurákra, akiket mindenhol ugyanazok tanítattak külföldi pénzzel. Hogy nem jöttek még erre emberek rá 25 év alatt, hogy ennek semmi értelme? Az államadóssággal mi van? Csökkent valaha is az államadóság. 1 milliárd dollárról indultunk 1974-ben, 90-ben 22 milliárd dollár. Most hol tartunk? 120! Ki fogja visszafizetni? Nem is én vettem fel. Miért tőlem vonják le? Mi van a nemzeti vagyonnal? Hol van egy rohadt kimutatás a nemzeti vagyonról? Semmit nem tudunk arról, hogy egyáltalán mi van még ebben az országban. Mindent megszüntettek emberek, ezt nem látjátok? Ki kell jönni persze tüntetni az internet adó ellen, mert nem igazságos. De nyilvánvaló, hogy ebben a helyzetben ez csak egy újabb gumicsont. Alkotmány ellenes pucs van az országban. Egy idegen állam gyakorolja a hatalmat.